Anyus, tudsz mindent? Krisztián, itt a nejed. Már megint kompjúterezik, te. Hát mondom, ha ez pénzét csinálna, milliárdos lehetne. Hát mindent megcsinál. Nekem úgy megcsinálta a telefonomat, hogy alig fagy le 5 percenként. Ez szépen lovagolnád el. Ezt tudod, hogy húz egyeseknek? Az, hogy vékony, ne ijesszem meg. Úgy értve, hogy ne zavarjon meg. Vagy ne tévesszem meg, na. Ügyessen, kicsitől meg egy vadászka majd. Két kentre, tudod? Erdő körül utána. Jó, gyere a gyöpön. Szépen kicsitől vadász. Jó? Két kentre. Jó, ügyessen. Ti meg fölkentre, trapp a kanyar közepén, és szépen minimál überka kicsitől. Picike, most kezd, érted? Ide gyere, gyöpre, nyugodtan. Szép lassan, mindent lassan. Kis bébike. Úgy, tök lassan. Figyeljetek, helikopterek, repülők, tűzoltók, rendőrség, gengszterek, és Pepi szerintem pályarekordba lejött Palival. Most ment be, és már itt van. Pepi papó. Szerintem ez körbe ment szépen. De jó kis ló, Istenem. Na, melyik ló volt? Az bizony. De, és melyik ment be előbb? Ja, menjetek a Gabival. Üljetek be át a másik oldalra. Siessél, gyorsan üljetek be. Én várom itt a szürkét, én is megyek át. Én megyek át motorra, várom a szürkét, mert elmondom a melót neki. Gyere, zsoké előtt. Kis cicáim, ezek csinálják a dolgokat, két tündér. Megyek át a motorra, jó? Ügyessen. Megyünk a gyöpön, fölkentre, és jó erős überke le, de csak jó erős überke. Ocki? Nem kell több neki. Elég, szép húzósan, középen. Átmegyek motorral, akkor úgy odaérek. De hát kényelmesen, na. Ja, Krisztián Héva, ja. Hoppá, bazd meg ezek a kanyarok. Egy kézzel. Elővettem a másik harci járművemet. Igen, komoly gép. Nagyon jó, meg csak szétráz. Várjuk. Mondom neked. Kis a miénk, igen. A Levandel meg a Princi. Jaj, ne kezd itt nekem kritizálni mindent. Üljél föl. Na, nincs kifordulva. Jó mennek. Kicsit gyertek balra, egy picikét erre. Erre felém egy kicsit. Úgy, középen. Jó, ez elég ez a tempó. De hova tetted be a fát? Össze-vissza beírtam.